Könyvszerkesztésről, az irodalmi életről és az élőszavas mesemondásról fogunk beszélni a mai műsorunkban Tekei Erikával, kultúrakutatóval, szerkesztővel. Az élőszavas mesemondás interaktív. Fantasztikus varázsa van annak is, hogy mindig az aktuális közönségnek szól, annak, aki ott van, bevonja a mesemondó a közönséget is. Tehát az az itt és most, a személyes találkozás, ennek a varázsa. Másrészt olyan üzenete is van, ami sok-sok generáción keresztül öröklődik, tehát olyan tudást kapunk, amit sok-sok generáción át szóban közvetítettek az emberek, mondtak el egymásnak. De nagyon sokféle szórakoztató is természetesen, tanító jellege is van. És az a közös együttlét, az az itt és most egyszerű és megismételhetetlen varázs, amit ez nyújt. Hogy neked szól a mese most. A néphagyomány ápolásának története nem mindig volt egyszerű, de már a reneszánszát éli néhány éve immár a mesemondás, a mesekultúra, és egyre gyarapszik azon területek száma, ahol az élőszavas mesemondást alkalmazzák, a különböző irányzatoknak pedig Erdélyben is vannak képviselői. Volt egyszer egy szegény ember. Annak a szegény embernek egy fia és egy vörös tehene. Meghal a szegény ember felesége, s a gyermek árván marad. Telik, múlik az idő, azt mondja egyszer a gyermeknek a szomszédasszony. Te legényke, mondd meg az édesapádnak, hogy vegyen el engem feleségül, mert én aztán téged mind tejbe, vajba ferezgetlek, s hasábfával kenegetlek. Mondja a gyermek az apjának, hogy mit üzent a szomszédasszony. Gondolja magába a szegény ember. Én bizony el is veszem. Ő is szegény, én is az. Igaz, egy kódus tarisznyából kettő lett, de ha az Isten megsegít, majd megtelik ezután. El is vette feleségül a szomszédasszony, de ez olyan mostohán bánt a gyermekkel, hogy mindegyre beerte, és még amellett enni sem igen adott neki. A mostohának volt három leánya, a legidősebbeknek volt egy szeme, a másodiknak kettő, a harmadiknak három. Ezek is mind csúfolkodtak a szegény gyermekkel. Egyszer a legényke elmegy a vörös tehénnel éhálóba, s mikor este felé elévette a tarisznyáját, hogy egyék belőle, hát kenyér helyett egy nagy darab tégle volt benne. Megszomorodik a legényke, még a könnye is kicsordul. Meglátja ezt a vörös tehén, oda megy a legénykéhez, s azt mondja neki, ne busulj te legényke, hanem mondjad, aludjál el te egyszem, mert a mostohád utánat küldte az egyszemű leányát, hogy lesse meg, mit csinálsz. Azután pedig csavart ki az egyik szarvamat, abba elég ennivalót találsz. Na ki akarja folytatni innen? Na folytassuk. Én Szatmár Németiben éltem a szüleimmel, de nagyon sokat voltam falun, vakációban, nagyszüleimnél. Az ottani rokonság is ugyanúgy hozzátartozott az életemhez, tehát ugyanúgy az enyémnek éreztem a városi teret is, a falusi teret is. Nem volt olyan érzésem, hogy akkor ez most a néphagyomány lenne, hanem ez is része a mi családi életünknek. Van, aki városban lakik, van, aki falun, és mind a miénk. Ez is az is. Az egyetem elvégzése után a mentorkönyvkiadóhoz kerültem, akkor először szöveggondozó voltam 4 éven keresztül, úgy fokozatosan tanulja meg az ember azt, hogy bármilyen könyvet szerkesszen. Könyvszerkesztést az egyetemen, a néprajz és antropológia tanszéken kezdtem el tanulni, amikor ott a Kriza János Néprajzi Társaság első értesítőit, évkönyveit szerkesztettük. És Szilágyi Ján Sándortól, aki a Kriterion könyvkiadónak volt szerkesztője, nekem is tanárom volt, újságírás, ilyen speciális kurzust is tartott nekünk, és annak keretében is, és nagyon sokat segített akkor, amikor ott a Magyar Néprajz és Antropológia tanszéken először elkezdtünk kiadványszerkesztéssel foglalkozni. Tehát ott is találkoztam már ezzel, és aztán a mentorkönyvkiadónál folytatódott ez a tanulási folyamat. Ott szépirodalmat is, és néprajzi kiadványokat is szerkesztettem, aztán úgy kimondottan a néprajzi és a gyermekkönyvek szerkesztésével foglalkoztam, tehát úgy megoszlott a szerkesztők között, hogy ki mivel inkább. Én úgy gondolom, hogy az olvasás, az, vagy a szépirodalom, vagy tudományos könyvek olvasása mindig is egy szűk rétegnek szólt, vagy egy szűk réteget érintett.
Tehát az, hogy egyre többen végeztek iskolát, és nem csak 4 osztályt, hanem már több osztályt is, vagy egyetemet is akár, az nem jelenti azt, hogy az embereknek sokkal nagyobb százaléka olvasna könyveket napi szinten, vagy jobban érdekelni az emberek egy sokkal nagyobb százalékát a szép irodalom vagy a tudományos könyv. Mikor meglátták a kibédiek, szaladtak, amennyi kötél volt a faluba, összeszedték, összekötözték, el akarták kapni, meg akarták fogni azt az óriás nagy szúnyogot. De mire felértek, az óriás nagy szúnyog meglebbentette az óriás nagy szárnyát, és átszállt a mezőfogast. Szaladtak megint a kibédiek, utána szaladtak, futottak a sok nagy kötéllel. Mire odaértek, meglebbentette a szárnyát megint az óriás nagy szúnyog, és ha az óriás nagy szúnyog el nem repült volna, az én mesém is tovább tartott volna. Ha a decemberi ünnepekre gondolok, akkor a Mikulás várás és a Jézus születése, az angyal várás, a szeretet ünnepe, de hogy ez a decemberi időszak, ez talán a csodavárás, a csodának a megélése, a megtanítása. Azt hiszem a legvarázslatosabb hónap az évben, a gyermekek számára legalábbis. És hogy csoda nélkül nem élhetünk. Mindenkinek szüksége van a csodára, a gyermekeknek is, a felnőtteknek is. Biztosan mindenkinek vannak olyan élményei az életében, amire egyszerűen nincs más magyarázat, csak valamilyen transzcendens magyarázat. Lehet az vallásos, hát általában ugye vallásos magyarázatban. Mert nem tud másképp magyarázatot adni az általa megélt élményekre, a saját élményekre. És az, ami a gyermeknek természetes, arra a felnőttnek is szüksége van. Tehát továbbad a gyermeknek egyrészt valami olyasmit, amit ő is generációkon át örököl. Megtanítja a gyermeknek a csoda átadását is, mert amikor már esetleg nem hisz a Mikulásban, akkor lehet, hogy ő maga lesz a csoda átadója, aki a kisebb testvérnek vagy a saját gyermekének majd ugyanúgy átadja, és annak is ugyanúgy megvan a varázsa.